Missing someone, but with all your arms. Missing someone. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mert itt ülök a kocsiban, és itt van mellettem az összes cuccom, hiszen indul az új tanév, és én kolis leszek, szóval gyertek velem, és költözzünk együtt. Ma reggel korán keltem, mert még egy picit pakolgattam, rendezkedtem, és lehordtam a cuccokat, de ahelyett, hogy elmondanám, inkább mutatom nektek. Ide lehordtam mindent, ez a koffer nagyon-nagyon nehéz volt, de megküzdöttem vele, és így nézünk most ki. Itt vannak az ágyneműim, egy szennyes tartó, és ezt megpakoltam mindennel, így több hely marad. Ez a doboz, amit hogyha nincs lift, akkor nagyon nehéz lesz felvinni. Nézzétek meg, én ilyen szép fogasokat vettem, ebbe tányérok vannak, és most akkor kihordunk mindent. És be is pakoltunk, ahhoz képest szerintem most kevesebb cucc van, mint amennyi tavaly volt, amikor költözködtem, de egy ülés el lett döntve, szóval minden befért. Most pedig el fogunk menni egy Easyboxhoz, ahova rendeltem egy kávéfőzőt, és 4 percnyire van a kolitól, szóval gyorsan azt felveszem, és utána fogunk menni és bepakolni, meg bejelentkezni. Különben még egy picit látszik, hogy fel van dagadva az arcom, nemrég volt bölcsességfogó műtétem, de ahhoz képest már elég jól áll a hely. És mindjárt ide is érünk, szóval mutatom nektek, hogy milyen kávégépet rendeltem. Na megvan a kávégép, ez nagyon gyors volt. Itt a szoba, elfoglaltam, 2 ágyas, figyeljétek, ahogy bejövünk, itt egy szekrény. Hát ide nem tudom, hogy fogok beférni, ügyesen. Ez az ágyam, ezt szerintem tök jól ki tudom majd dekorálni, ott egy kis fiókocska, itt is egy ilyen éjjeli fiók, az íróasztal szerintem tökéletes helyen van, mert nagyon szép a kilátás, és amúgy van egy hűtő, ami ugyanúgy jó dolog szerintem, ezt majd egy picit ki kell takarítani. Na akkor, induljon a mandula! Nektek, hogy mekkora szerencsém volt a koli jelentkezéssel. Mindenfélét, amit lehetett, beszereztem, kitöltettem, és jött az értesítés, hogy felvettek, de nem tudtam, hogy a 2 ágyasba vagy a 4 ágyasba. Én megjelöltem azt, hogy a 2 ágyasba szeretnék kerülni, de utána kiderült, hogy pár ponttal lecsúsztam a 2 ágyasnak a ponthatáráról, pedig én teljesen meg voltam győződve arról, hogy engem fel fognak venni a 2 ágyasba. Elképzeltem, ahogy bepakolok, elképzeltem, hogy fogom érezni magam itt a 2 ágyasban, és teljesen meglepett, hogy nem ide vettek fel. Na és akkor utána telt múlt az idő, kezdtem beletörődni a gondolatba, hogy oké, egy 4 ágyas szobában leszek, de úgy éreztem, hogy valahogy én be fogok kerülni a 2 ágyasba. Érzem, hogy nekem ott a helyem, érzem, hogy az lesz az én szobám, amit elképzeltem, és képzeljétek el, hogy pár nappal a beköltözés előtt csörög a telefonom, hogy megüresedett egy hely, szeretném-e igényelni a 2 ágyas szobát? Én pedig egyből rávágtam, hogy igen, szeretnék jönni. Lehetséges az is, hogy csak simán szerencsém volt, de én úgy érzem, hogy ezt teljes mértékben bemanifesztáltam. Ebből számomra az a tanulság, hogyha elhiszed, hogy megtörténhet, akkor tényleg megtörténhet. Nagyjából elkészültünk, még azért egy picit be kell laknom, de így néz ki a szekrényem. Szerintem még több ilyen kis tartót kéne, hogy vegyek, hogy tudjam rendszerezni. Ez még alakul egy picit. Itt van a hűtő, ebben még nem raktam semmit, de felraktam a tetejére a kenyérpirítót, aztán szennyes tartó ide került, most egyelőre ebbe ezt a jogaszőnyeget raktam, ez szerintem itt lesz a sarokban, hogy ne legyen útban, aztán az Aldiból szőnyeg ide is bekerült, szerintem ez nagyon feldobja a teret, itt van 2 ilyen kis polcom, de most elsősorban élelmiszereket pakoltunk, az ágyam szerintem nagyon szuperül néz ki, amúgy ezt a falvédőt már leszeretném egy picit takarítani, szerintem az fontos lesz. Viszont a Nóri barátnőm azt javasolta, hogy mindenképpen hozzak egy takarót, amivel leterítem az ágyamat, hiszen hogyha nincs hely, akkor úgyis ide fogom dobálni a dolgokat, és az egy tök jó tipp volt, szóval ezt az ágytakarót hoztam el. Itt a sarokban néhány takarítóeszköz van, ezeknek majd kell egy helyet találnom. Ide beraktam néhány edényt, vágódeszkát,
tányérokat, hát mindent rendszerezni kell majd még, de szerintem valahol itt lesz. Akkor az én fürdős dolgok ebbe a két kosárba kerültek. Remélem, hogy ez bírni fogja, mert nem tűnik annyira stabilnak. Viszont ebből a kettőből még szeretnék venni még kettőt, és akkor itt az egészet rendszerezésre tudom használni. Ez pedig az íróasztalom, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hiszen ilyen gyönyörű a kilátás. Itt ide be tudom majd rakni a kávégépemet, a tejhabosítót, és ez majd valahogy rendeződik. Egyelőre itt tartunk, és majd jövök vissza vasárnap, és elrendezkedek. Most bejöttünk a Mekibe ebédelni egyet, én egy hamit választottam, és egy 4-es megnegetszett ketchuppal, mindig ezt tudtam kérni, és most ebédelünk egy jót. Settling in, settling down. Falling in love, not falling out. Amit nem meséltem el nektek a videóban, hogy pontosan mi az oka annak, hogy Koliba költözöm. Egyrésztről az, hogy szeretném a kolis életérzést megtapasztalni, hogy milyen Koliba lakni, milyen ez a közösség, és hogy ez nekem való-e egyáltalán. Illetve amikor az Albiban laktam, akkor nagyon keveset voltam fent, mert úgy jött ki az órarendem. Volt, hogy csak 2 napot vagy 3 napot aludtam maximum fent, és így pedig nem értem el kivenni egy albérletet az Andrásin. Szóval úgy gondoltam, hogy kipróbálom a kolit, ami azokon a napokon, amikor buli van, vagy úgy jön ki, akkor bent alszom, de nagyon jó, hogy megvan az a lehetőség is, hogy bármikor haza tudok vonatozni, és viszonylag kevés időn belül otthon is tudok lenni, szóval ez volt az oka a váltásnak. Hazaértünk, nagyon-nagyon elfáradtam, szerintem most fogok egyet aludni. Meglepő, hogy mennyire fárasztó tud lenni a pakolás, szobámmal egyébként nagyon elégedett vagyok, szerintem tök szép koliszobát kaptam, és óriási szerencsém van, hogy tényleg ebbe a 2 ágyas szobába beköltözhettem, van saját fürdőszobánk is, és még egy nagy takarítás vár a szobára és a fürdőszobákra, de nagyon várom, hogy ezeket megcsinálgassam, majd nem sokára megyek vissza a suliba, szóval az első sulis napos vlogban mindenképp láthatok egy kis rendszerezést, pakolgatást, takarítást. Ha szívesen néztek ilyen videókat, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hogy ne maradjatok le, és nyomjatok erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszett nektek. A mai kérdésem hozzátok, hogy ti bevállalnátok-e a kolit, illetve ha voltatok már kolisok, milyen tapasztalataitok és élményeitek voltak a kolis évetekkel vagy fél évetekkel kapcsolatban. Várom a válaszaitokat a kommentben, köszönöm, hogy itt voltatok, sok puszi, sziasztok! She doesn't like them other types. She likes, yeah. This line's so smooth you could cut him with a butter knife. So it's message on message, bending her presence like heaven, hoping that she'll feel the same. Strong 10.